Üdvözlöm a sajtó megjelent képviselőit. A Valódi Magyarország program keretében ma Jász-Nagykun Szolnok negyében itt Szolnokon lesz több rendezvény és esemény, amelyen részt szeretnék venni, és szeretnék beszélni az itt élőkkel arról, hogy hogyan és miképpen látják ők szemben a kormány politikájával, ahol is ugye a reformok működnek, hogyan működnek ezek helyben. Ennek egy ékes bizonyítéka éppen ugye az elmúlt egy év alapján mondhatjuk, hogy az M4-es autópálya az valójában egy politikai háborúnak lett az áldozata, mint egy 60 milliárdos beruházás ma ott tart, hogy egy torzót láthatnak az itt élők, azt látják és tudják, hogy havi 50 millióért kell állag megóvni és védeni. Aztán, ha most jól halljuk a híreket, akkor mintegy 25 millió forintot szeretnének arra szánni, hogy valaki kitalálja, hogy mit is lehetne ezzel kezdeni. Ebből pedig az következik, hogy ha megkérdeznénk az itt élő embereket egy népszavazás keretében, hogy ők mit szeretnének valójában, akkor meggyőződésem, hogy láthatatlanban azt mondanám, hogy az itt lakók pártpolitikai állástól függetlenül azt a döntést hoznák, hogy igenis a kormány, amit ígért 2006 óta, azt igenis valósítsa meg. Pontosan az itt élő emberek érdekében. Másik fontos kérdés az, hogy van egy háromigenes népszavazás. Maga a népszavazás az pont arról szól, hogy a választóknak, az itt élő embereknek joga van dönteni a saját sorsukról. A hétköznapi életüket meghatározó kérdésekről egyértelműen ki kellene kérni a véleményüket. A kormánynak szembe kellene nézni azzal, hogy mit gondolnak ma a választók egy fél időben a kormány tevékenységéről. Ezért a Magyar Szocialista Párt azon dolgozik, hogy érvényt szerezzen a népszavazási kezdeményezéseknek, pontosan azért, hogy váljon világossá ez év őszén, legkésőbb jövő év elején, hogy hogyan és miképpen gondolkodik a magyar választópolgár a kormány intézkedéseiről, a kormány döntéseiről. Az elmúlt héten ugye két fontos hír jelent meg. Az egyik, hogy a kúria döntését követően ugyan a Nemzeti Választási Bizottság elutasította az ominózus vasárnapi nyitvatartásról szóló kezdeményezését a Szocialista Pártnak, de pontosan látni, hogy a másfél éves küzdelem az meghozta a gyümölcsét, hiszen a kúria döntést hozott arra, hogy igenis érvényes a népszavazási kezdeményezésünk, és igenis el lehet kezdeni az aláírásgyűjtést. Eközben született egy döntés az országgyűlésben, amelyben viszont az világossá vált, hogy ma már szabadsága van a vásárlónak, hiszen eldöntheti, hogy milyen napon szeretne vásárolni. Ma már szabadsága van a munkaadónak, hiszen eldöntheti, hogy kinyit-e vasárnap vagy sem. Még nincs szabadsága a munkavállalónak. A munkavállalók érdekeiért a Magyar Szocialista Párt egyeztetést folytatott a héten a szociális partnerekkel, érdekképviseletekkel, és hétfőn benyújtja azt a törvényjavaslatot, amely világossá teszi, hogy nem lehet a munkavállalót büntetni azért, mert nyitva vannak az üzletek. 100%-os bérpótlék jár mindenkinek, aki szabad akaratából úgy dönt, hogy dolgozni kíván vasárnap is. Nem lehet, hogy a Fidesz azért, mert nem mer szembenézni egy népszavazási eredménynek, a választópolgárok egyértelmű üzenetével, ezért a munkavállalókat büntesse. Hazug és cinikus az a megoldás, ami arról szól, hogy ez a törvény, amelyet megszüntettek, ez rendelkezett volna a bérpótlékról. Ez úgy, ahogy van, nem állja meg a helyét. Ez egy másik törvényben Szatmári Kristóf fideszes képviselőnek az indítványára a munkatörvénykönyvében van rögzítve. Magyarán minden eszköz és minden lehetőség megvolt a kormány többség kezében, hogy amikor a döntést visszavonják, akkor egyidejűleg biztosítsák is a munkavállalóknak ezt a típusú jogosítványt. De azzal, hogy kapkodnak, azzal, hogy semmi más nem érdekli őket, csak a hatalom, ebből világossá vált, hogy ahogyan egyeztetés nélkül az ágazati partnerek, az érdekképviseletek egyeztetése nélkül hozták meg a törvényt ezelőtt egy évvel, ugyanúgy most az ő egyeztetésüket kihagyva szüntették meg. Ebből viszont az látszik, hogy nem állja meg egyetlen egy olyan állítása a jelenlegi kormánypártok részéről annak a valóságtartalmát, hogy sem a munkavállalóknak nem nyújtott biztonságot, nem lett több fizetése sem az embereknek, akik
elestek attól a munkavégzéstől, ami a vasárnapokról szólt, a 100%-os pótlékról, azon a 6 vasárnapon, amikor dolgozhattak, mi pedig azt szeretnénk, hogy bárki, aki munkát vállal vasárnap, azt a törvény, a munkatörvénykönyve garantálja, adjon garanciát számára, hogyha munkát végez, akkor azért 100%-os bérpótlék jár neki arra napra. Köszönöm szépen!